Sziasztok! Múltkor egy nehéz meccsen tovább jutottunk a Magyar Kupából, és már azt is megtudtuk, hogy a Pécset kell legyőznünk ahhoz, hogy meneteljünk a döntő felé tovább, és érdekesség, hogy rajtunk kívül már csak az Újpest és az Alaegerszeg van versenyben, tehát nagy a valószínűség, hogy kettőjük közül valakivel játsszuk a kupa döntőt. Közben ugye itt a bajnokságban fej-fej mellett haladunk az Újpesttel, és így, mivel egy hosszabbításos meccsen sikerült továbbjutnunk, most a Honvéd ellen idegenbe kéne bizonyítani a viszonylagos B csapattal, úgyhogy ezzel a találkozóval indítjuk a mai részt. És akkor itt is vagyunk, és az első és legnagyobb hír, hogy Ádám Martin annyira jól játszott a Videoton ellen, ugye a Fehérvár ellen, hogy most lehetőséget kap újra a bajnokságban is, a Honvéd ellen ő lesz az egyik csatárunk, ugye mögötte Arda fogja játszani ezt a hamis 9-est. Itt láthatjátok, hogy azért nem a legerősebb 11-el tudunk kiállni, többen sérültek, jó páran fáradtak, úgyhogy a Lara Rekik Vitao Kerkez 4-es előtt az Oscar Etyeki belső középpálya fog játszani, szélen természetesen Pastrana és Biuk, elő pedig a már említett Arda Ádám Martin, úgyhogy így kéne elhozni a pontokat, és direkt mondom így, mert a döntetlen nem elég, a pontokat a Honvéd otthonából, és utána reménykedni, hogy az Újpest valamikor valakitől vereséget szenved. Talán még azt hiszem játszunk egy meccset ellenük, már az Újpest vezet is, ahogy látom, ugye itt a tabellát, úgyhogy mindenféleképpen nyerni kell, de ne azon múljon tényleg a bajnoki cím, hogy meg tudjuk-e verni majd az Újpestet még egyszer. Lene is kirúgása, Lara fejeri el, Etyeki, Ádám Martin Biuknak, kiugratja Ádámot, Ádám nem sikerül, Etyeki is belerúgja az előtte lévőbe, de Pastránához kerül a labda. Pastrana Kerkeznek, és Kerkez megszerzi első gólját a szezonban. És hát nem tudom, hogy lőtte már gólt. Ezt majd meg kell nézni, hogy valamilyen meccsen lőtte gólt, de lehet, hogy első gólját szerezte a Budapest FC színeiben is. Tényleg most nem tudom, mindenféleképpen megnézzük. De láthattátok, hogy milyen szép támadás után szereztünk vezetést. Kerkez már most elfáradt, akkorát sprintelt, nem fogjuk még lecserélni. Várunk, fél idő, Oscar szerez labdát, igen, ő játszik Varela helyett a középpályán. Lara, Pastrana, be tudja adni Biuknak, majdnem ott volt a második, de Lene is kivédte ezt. És jött is a fél idő. Fél időben, ugye a srácoknak azt mondom, hogy így tovább. Marad minden, ahogy volt. Egyelőre nem cserélünk, annyira nem fáradt el senki. Bár azért már Pastrana is kezd, ugye Allende megsérült. Azt hiszem van neki egy-két napos, párnapos sérülése, úgyhogy rá nem tudunk számítani. Közben Honvéd helyzet. Álvarez a kirúgással. Álvarezt meg kéne tanítani, hogy nem mindig előre vágja a labdát, bár most Ádámnak sikerült elfejelnie. Biuk be fogja gurítani, és Arda lövésébe éppen bele tudtak érni. Így nem lett meg a 2-0, de hogyha jól látom, az Újpest már 3-0-ra vezet. Úgyhogy nem bízhatunk abba, hogy vereséget szenved. Úgyhogy koncentráljunk a saját mérkőzésünkre. Etyeki, ott Pastrana, Arda, és ott a 2-0, örüljünk, hát a bíró nagyon fogja a fülét, én nem láttam lesnek, de amilyen szerencsénk van, a VAR elveszi tőlünk, és elvette, nem láttam lesnek, de hát van ilyen, nehogy vezessünk. Na és akkor itt a 70. perc környékén most már tényleg fárad mindenki. Arda Güler helyett Brükkü Jaca fog beállni. Így van. Fiatal. Úgyhogy kapja csak a lehetőséget. Oda beáll Mueanta, mert most nincs más jobb szélső. Kerkez helyére pedig beáll Emi.
Vitau helyett pedig beáll Sebastian Kosa. Reméljük itt a fiatalokkal nem fogunk nagyon mellé, úgyhogy egyelőre ez a négyes csere. Arda még marad. Tronzen, Zsairó, nem sikerül elrúgni, de Biuknak sem, mert visszaszerezte a Honvéd. Egészen hátra Derik, Tronzen, Capan, Derik, megint Tronzennél, és ott Zsairónak sikerült Lara mögé befutnia, Lara viszont visszaszerzi, Brükijaca, Oscar. Oscar, ha újra úgy fog tündökölni, ahogy ugye a tavalyi idényben, akkor egy nagyon jó középpályásunk van. Ez szerintem lesz itt Muantánál, úgyhogy nem csodálkoznék, hogyha a második gólunkat is elvennék Les miatt. Szerintem hárman is lesen álltak. Minden, biztos, hogy zavarta valamelyik is a kapust. Még mindig 1-0. Nehogy megbosszulja magát ez a két meg nem adott gól. Főleg, hogy ugye most a Honvéd támad, és szerencsére nem sikerült kiugrani a Molna, vagy Moha, vagy nem láttam pontosan a nevet. Álvarez előre, Muanta szerzi meg, és hatalmas löket. Ugye megpróbálta lepasszolni, de visszapattant elé a labda, és így inkább lőtt egy hatalmasat. De sajnos fölé ment. Biuk, Kosa. Kosa próbálja Brükijacát kutatni. Ádám Martin veszít labdát, visszaszerezzük azonban. Oscar, Muanta ugrik ki. Muanta aznak gólnak kell lennie, ezt már nem vehetik el. Brükijaca góljával 2-0-ra vezetünk a Honvéd otthonában. Nézzük meg, ugye Muanta itt majdnem elveszítette a labdát, de szerencséje volt, mert Tronzenről Oscar elé pattant, aki futott őt, beadta, és Petkovic becsúszása, ami Brükijaca elé tette a labdát. Ez akkor a végére jöhet az utolsó cserénk. És... hát nem mondom, hogy Biukot lenne a legjobb lehozni. Etyeki helyett be tud állni Nakai. Nakai kap azért egy bő 5-6 percet. Biuk csak nem sérül meg. Igen, az Újpest 4-0-ra veri ráadásul a Vasast, akik ugye a közvetlen riválisaink. Ott vannak a harmadik helyen. Szerencsére mi is nyertünk a Honvéd otthonába. Örülök, mert viszonylag ugye egy tartalékosabb csapattal sikerült ezt a 2-0-át hozni, és még mindig vezetni a tabellát. A Puskás megverte a Győrt, az Újpest a Vasast, tehát ugye azért a mondhatni a négy nagy csapat mindenki győzött. A Vasas nem tudod nyilván, mert az Újpest ellen játszott. De azért a nagy négyes az haladt továbbra, és nekünk ez pedig a 18. meccsünk volt Zsinórba, ahol nem szenvedtünk vereséget a magyar bajnokságban, ami szintén dicsérendő. És itt a vasárnapi meccsek eredménye előtt kiemelném, hogy nem kaptunk gólt, és sikerült lehozni egy kapott gól nélküli mérkőzést. Közben itt ugye a Debrecen X-elt a Zetével, a Fehérvár megverte a Paksot, a Kisvárda pedig a Diósgyőrt, úgyhogy megint változott a kieső személye. A Diósgyőr van egyre reménytelenebb helyzetben, ő leszakadóban, de a Kisvárda Debrecen Győr az kb. Fordulónként változtatja a helyét. Közben ugye elérkezett a Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakasza, ahol az Atletico Madrid a Red Bull Salzburgot verte 1-0-ra, Borussia Mönchengladbach pedig 2-2-t játszott a Milánnal az első mérkőzéseken. Közben pedig egy Esztergom elleni barátságos meccsel hangolódunk itt a szerdai játéknapon. Hát, C csapat igazából, ilyen BC között, Danila Forov jobb szélen, Vizdom Emi a kezdőben, ráadásul Zeke Mário, mert még mindig nincsen olyan jó balhátvédünk, ugye, akit tudnánk normálisan játszatni. Hatop még sérült,
őt próbáljuk ugye fejleszteni. A kispadon azért ott vannak a legjobbak, de próbálunk egy viszonylag tartalékos csapattal győzelmet aratni, ugye az esztergomiak fölött. Próbáltam ugye úgy állítani a barátságos meccseket, hogy megmaradjon ez a szerda hétvége párosítás. Ugye ezzel szimulálni majd az európai kupa meccseket, hogyha folyamatosan átjutunk a tavaszi szezonra, ami nagyon jó lenne. Viszont ez még messze van. Jelenleg azonban Mue Antát buktatja Dorogi. Úgyhogy kapunk is egy 11-est, amit maga a sértet végezhet el, és be is lövi. Zeke Mário már most el van fáradva, és a 7. percben járunk, tehát nem érdekes, hogy ő eligazol, mert komolyan mondom, nagy reményeket fűztem hozzá, de annyira nincsen fizikum a szegény srácnak itt a játékban, hogy az valami hihetetlen. Dorogi Balázs pedig megkapta a sárga lapját ezért a buktatásért. Aztán haladunk szép sorban, Zekét már most le kéne cserélni, Ható ott van a kispadon. Azt írta a játék, hogy még nem épült föl teljesen, nem akarom még annyira bevonni, de ezek szerint szükséges lesz. Közben egy Szántó szöglet, Putno kifejeli ki Nakaihoz, vissza Szántónak, Szántó beadja, Mue Anta dupla. De elveszik Les miatt. Hát, hogy ezt hogy állapították meg? Vuskovics, Etyeki, Zekének. Hát Zekében nincs annyi, hogy sprinteljen, de azért megindul, beadja Iliev fejjel, 2-0. Ezt már nem fogják elvenni. Nézzük meg. Szerencsére Zekének itt az Esztergom ellen azért nem nagyon kellett megerőltetni a magát. Iliev meg szinte álló helyzetből tudott fejelni két védő között, tehát neki sem kellett túl sokat tennie ehhez idézőjelesen. Fél időben 2-0-es, sőt, még van egy bedobás, Nakai, beadja Iliev, előle elfejelik Putnoki, Etyekiig jut Szántó, Horov, Emi, elveszíti Dorogival szembe, Dorogi Tamás, ugye van Dorogi Balázs is, Rekik, mindjárt lefújja a bíró, még egy szűk perc, de nem sikerül, Mól fogja meg végül, és így megyünk fél időre 2-0-ás vezetéssel, és akkor itt az idő, hogy Ható beálljon Zeke Mário helyett, aki elfáradt így egy fél idő alatt, bár igazából már a 7. percben a fáradtság jeleit mutatta, de így ennek ellenére is adott egy gólpaszt, úgyhogy a második fél idő jó lenne kapott gól nélkül zárni az ilyen felkészülési meccseket. Nyilván ugye évközben, amikor már mennek a bajnokságok, nehezebb olyan csapatokat találni, akik külföldiek és nagyobb nevek, tehát hogy jobban edződjünk. Így viszont a fiatalabb játékosok tudnak magyar alsóbb osztályú csapatok ellen fejlődgetni. Most jön is egy kirúgás, Forov kapja a labdát, Iliev, Forov szerintem még nem is nagyon játszott itt a nagy csapatba, Iliev lövését védi Mól. Úgyhogy ő is most lehetőséget kapott. Németh Andris viszont bejön Iliev helyett, az egy jó csere. Akartam úgy is játszatni. Mindjárt letelik a meccs, nem cseréltünk sokat. Nem is baj, szokták az összeállítást itt a fiatalabbak is. Horov Eminek. Emi. Rekik. Emi. Horovnak. Horov forgolódik vissza Rekiknek. Előrefelé kéne játszani, nem hátra, Rekik meg is próbálja, Németh Andris Mue Antának, és Mue Anta 3-0. Hát Mue Anta is, mindjárt megnézem úgy, hogy állunk itt a góllövő listán, mert aki elől van még esetleg, és van esélye a gólkirályi címre, azokat kéne játszatni majd. Úgyhogy nem emlékszem, azt hiszem Mue Anta elég sokáig ott volt az élbolyba, aztán ugye nem sokat játszott már Thiago miatt. Érthetően, de most Thiago is visszaesett. Nem is feltétlenül az, akit nyáron le kell igazolnunk. Viszont Müldür és Vitao egy elég jó kis célpont lehet.
majd kiderül, hogy mennyi pénzünk lesz a nyáron, mennyit kapunk így a BL szereplés után. Jó lenne egyre több pénzt költeni, és jó lenne, hogyha szívesen igazolnának hozzánk esetleg magasabb bajnokságukból is játékosok. Hát itt most azt látjuk, hogy igazából semmi komoly nem történik, próbál támadgatni az Esztergom, a támadásaikat megfogjuk, a mi ellen támadásainkból pedig nem születik gól. Most ott Lampert ki tud ugrani, és nyilván nem ússzuk meg, kapott gól nélkül a meccset. Vuskovic hibázott, nézzük, Rezi a labdával ugratja Lampertet, és így van, ott Vuskovic nem bírt mit kezdeni vele, ezért is szorult ki talán a kezdőből, vagy úgy a kezdő közeléből, a B csapatból is. De nyertünk 3-1-re. Igazából egy felkészülési meccsen nem kell nagyon beleszakadnunk, és láthatjuk közben, hogy a Paris Saint-Germain x-elt a Manchester City-vel, a Leipzig pedig megverte a Juventust. Érdekes visszavágók lesznek még ott. Közben ugye az U19-es csapatunk 3-2-re megverte a Debrecen hasonló gárdáját. És hogy megmaradjon ez a szerda hétvége párosítás, ugye be is állítottam megint 4 barátságos meccset, az Antalyaspor, a Rabotnicski, a Vaduz és a Ludogorets ellen, tehát a Ludogorets ezek közül elvileg a legerősebb. Teszteljük azért a Vaduz, azt tudjuk, hogy az Újpestet már kiejtette, és hogy egy jó csapat, az Antalyaspor mégiscsak egy török élvonalbeli nem túl rossz csapat, a Ludogorets pedig szembe jöhet a BL selejtezőkön is. És akkor itt vannak a szombati meccsek végeredményei, ahol az Újpest kikapott Fehérváron, úgyhogy segített nekünk a Fehérvár, miután megszivatott minket kétszer majdnem. A Vasas x-elt a Honvéddal, ami szintén jó, a Zalaegerszeg megverte a Paksot, most ugye a Vasasnak kéne. Majd de ott játszunk, jön majd a következő Vasas elleni meccsünk, viszont most talán a Debrecen elleni hazai pályán annyira nem ígérkezik rossznak. Na, ahogy ígértem, megnézzük, hogy hogy állunk a góllövő listán. És ugye 14 góllal vezet Hach János. Tiágónak és Muantának 8-8 gólja van, Pastránának 7. Úgyhogy ez egy olyan változtatást fog nekünk adni, hogy ugye Tiágónak és Muantának kell játszania. Innentől így állunk ki a meccsekre. Remélhetőleg hozzák majd a gólokat. Amúgy változatlanul a legerősebb csapat, Dzsuzsák még mindig ott van, mint csapatkapitány, úgyhogy meg kell verni a Debrecent, főleg hazai pályán. Ők a kiesés ellen harcolnak, mi a bajnokok ligájáért, úgyhogy hajrá, hajrá Budapest FC, nézzük. Ja, és ráadásul ugye Muantának meg Tiágónak gólokat kellene lövöldöznie mostantól minden meccsen, hogy odaérjenek. Azért 6 gól a lemaradásuk a góllövő lista élmezőnyéhez képest, úgyhogy innentől nézni kell majd, hogy 6 mennyi gólt lő. Hát azonban nem nagyon történt az első fél órában semmi, 2 debreceni sárgalapot kivéve. És még mindig semmi, de egy újabb sárga lap. Tehát a fél idő nagyon úgy tűnik, hogy komoly helyzet nélkül, bár most Saibi egy szabadrúgással, ami elkerüli a kaput, szépen csavarodott. Nem tudom, hogy miért nem Pastrana vagy Arda lőtte, hát azért, mert most egyik sincsen a kezdőben. A fél időben nem cseszünk le senkit, de hát
kellenének a helyzetek, és az 51. percben végre mutat is valamit a játék. Lara, ugye Saibi indítja Besét, aki barátot találja meg. Kiziridis, szerencsére Biuk elveszi tőle, Kerkez Tiágóhoz, és Tiágó megszerzi, és kapásból kapufára, ahonnan bepattan, úgyhogy hatalmas gólt lő Tiágó, ünnepel a csapat, megvan a vezetés, elég későn, és necces debreceni megindulásból, de nézzük, levegőben volt a labda, amikor ballal kapásból ő lövésre szánta el magát. Vezetünk, jön egy Dzsudzsák szabadrúgás, így van, a nagy öreg Dzsudzsák, és nem sokkal, de mellé megy. Megpróbálta tekerni, de nem jött össze. Közben lehet, hogy lassan majd cserélnünk is. Lara bedobása. És Romancsuk, Svitau megszerzi, Varela, Saibi elgurítja, barát rúgja ki. Viszont, húha, itt történt valami. Lagator vitatkozik a bíróval. 11-es. Lehet, hogy megrúgta, és megrúgták a játékosunkat. Lagator kap sárgát, büntetőt pedig Allende végezheti el, aki higgadtan az elfekvő kapus mellett elgurítja a labdát. Így 2-0-ra vezetünk, jöhetnek majd a cserék, nézzük meg, a kapus kilép, Allende még nem akkor lőtte, hanem egy ütemmel később, ezzel ugye megtréfálta a kapust, és sikerült is elgurítania. Mivel vezetünk, ezért azt mondom, hogy most bejöhet Emi, oda balszélre. Tiago és Muanta még maradhat, Arda Güler pedig beállhat. Varela helyett, Pastrana pedig Allende helyett. Hármas csere. És, ahogy látom, jött is volna egy szöglet, de elvette a képet, azt hittem, hogy van valami. Iziridis helyett beállt Grabant, Bese a bedobással, barát, Bese, Kusnyír, átadja Dzsudzsáknak, támad a Debrecen, szépen építik fel a támadást, és sajnos többen is vannak, és nem is ússzuk meg, megint kapott gól nélkül. Tehát fixre vehető, hogy nekünk minimum 2 gólt kell lőni minden meccsen, mert egyet kapunk, de úgy tűnik, hogy elvették Les miatt. Hát, ez most nem rajtunk múlott. Nézzük, hogy tudunk-e amúgy még gólt lőni. Most Biukot indított a Saibi. Tiago beadja Muanta. Hát, ez szerintem kiállítás és 11-es. Varral értekezik a bíró. És nincs 11-es. Nem történt semmi. Érdekes, hatalmasat esett a játékosunk. Aztán itt a végéhez közeledve most már nem fogunk cserélni. Marad ez a 3. Waymans. Waymans viszi. Hát azért mondjuk, ja, nincs egyenlítés, de ne szerezzen már akkor gólt Dieje. És nem sikerül gólt lőni a Debrecennek. Lehet, hogy meg lesz a második meccsünk, vagy harmadik már egymás után, ahol nem kapunk gólt. Ezt meg kell majd néznem. Biuk Pastránának, de elvette a képet, nem történt semmi. Manrik, Szécsi elől elfejeljük, Lara, Arda eladja. Waymans, Waymans, Manrik, Kusnyír. Még van 4 percük, úgyhogy támadnak. Alvarez fogja ezt a labdát. Legalább a szépítés meglegyen. Tiago, hát Muantának most amúgy nem ment annyira a játék. Nem baj, megpróbáljuk erőltetni ezt a csatárkettőst, de még mi is támadhatunk. Biuk adja be Muanta, és csak mondanom kellett, hogy nem megy a játék, ott van a gólja Muantának. Úgyhogy Tiago és Muanta is szerez gólt, jönnek fölfelé, ott a góllövő listán. Nézzük, Arda Biuknak, Biuk pedig ugye levitte, beadta,
és Thiago okosan elengedte Mulantának. 3-0, tehát a győzelem megvan, kihasználtuk a riválisok botlásait, ennek kell igazán örülni. És itt láthatjuk, hogy a Diós Győr megverte a Puskást, a Győr pedig megverte idegenbe a Kisvárdát, úgyhogy most a Debrecen csúszott vissza kieső helyre, a Diós Győr pedig közeledik, 5 pontra sikerült ellépnünk az Újpest elől. Muanta 4-5 hétre kiesett, ez nagyjából el is döntötte ugye a gólkirályi címről szőtt álmokat. Közben a Bayern megveri a Portót idegenbe, a Barcelona pedig a Tottenhamet a Bajnokok Ligájában. A Liverpool nagyon elkalapálja a Real Madridot 3-0-ra, a Newcastle pedig az Intert. És Ádám Martint eladjuk az FC Szöulnak, tehát nálunk is Dél-Koreában fog kikötni. Kaptunk érte 1,7 millió eurót, összesen, hogyha minden megfelel, akkor 2,2-t, sőt itt 2 milliót ír, a transferben még csak 1,7 volt. Ami nekünk jó, ugye ezzel tudunk egy kis transfer budgetet szerezni, van 1,54 millió elkölthető pénzünk, nem sok, de félretesszük a nyárra. Volt ideje pihenni a srácoknak, úgyhogy a Vasas ellen idegenbe a legerősebb kezdő 11-ünkkel játszunk, ugye a megsérült Muanta helyett Oscar kap lehetőséget Thiago mellett, és most nem Allende, hanem Pastrana játszik a kezdőben, őket így váltogatni fogom. Elég jó formában van mind a kettő, annyi, hogy Allende a bal szélen kicsit jobban tud játszani, úgyhogy Biuk cseréjének is tökéletes lehet. El is indult a meccs, és itt a 6. percben egy kerkesz bedobás, Biuk, Saibi, Thiago fél Oscar elé, aki meg is szerzi a vezetést, reméljük legalábbis. Jó, nem látom, hogy a bíró szaladna, vagy bármi, úgyhogy ez gól, jön is a visszajátszás. Akkor a 7. percben vezetünk, hamar megszereztük ezt a gólt, reméljük ez egy picit felpörgeti a játékot, minthogy ugye leülne. Át is váltunk, még támadjunk erre rá. Thiago adja középre, Pastrana elől fejelik el, Sly, de szerencsére ott nincsen Vasas játékos, úgyhogy Vitao előre passzol, ott meg nincsen Budapest FC játékos, hogy Dianye hátra, Strebinger, Vitao, Varela eladja Zakaricsnak, Berec ki a jobb szélre, Stolarski, Zakarics, Kerkez nem támadja meg, hanem elszaladt előle, Stolarski tudja beadni, Sly fölé. Nagyon gyorsan jöhetett volna az egyenlítés, és még mindig egy radó szabadrúgás, kifejeljük, ez Berecé lesz, de Thiago megszerzi, Oscar, ő azért tudja tartani a labdát, hogyha kell, technikás, viszont most szépen elment, de Pastrana veszíti el a labdát, Sly pedig ugyanúgy eladja, Oscar be tudja adni, Biuk 2-0. Nagyon szép támadás végén Biuk is gólt szerez, úgyhogy alakul. Nézzük meg. Sly adta el a labdát, ugye kicsit hosszan tolta meg, így Varela megszerezte, Lara előre Oscarnak, aki szépen levette, és ott a védő lábai között be tudta passzolni középre, hogy Biuk góljával már 2-0. És maradunk ebbe a támadó formációba, ugye negyed óra után 2-0-ra vezetünk, pörögnek a percek, lassan túl az első 30 percem, és még mindig maga biztos az előnyünk, viszont a Vasas többet támad azóta. De egy Pastrana szabadrúgás, Bojomu elől elfejelik, Hollander tud megindulni, Hollander adja át Zakaricsnak, nem volt kint Milos a helyén, de Saibi kiért, úgyhogy meg is szerezte, Varela,
Vitao, ne veszítsünk ott labdát, inkább, hát, építsünk egy támadást, sajnos ez Pastránának rövid volt, Hidi, Berec, Zakarics, Radó, Zakarics, és a szakadó esőben azt hittem gól, elerett az eső, de szerencsére Alvarez lábáról fölé pattant, úgyhogy Radó a szöglettel. Esőben azért picit nehezebb a játék, nem pont úgy repülnek a labdák, ahogy szeretnénk, és nem is úgy lehet őket megszelidíteni. Itt láttuk, hogy Oscartól is elpattant, ismét egy Radó szöglet, figyeljünk oda, kifejeljük, de csak Nedicsig jut. És ott megint mi történt? Tehát, hogy nem hiszem el, hogy nem bírunk felszabadítani egy labdát, és minden meccsen kell kapnunk egy gólt. De VAR, és megadják, hát semmi szabálytalanságot nem láttam, de esküszöm, tehát, hogy az esőben itt a kavarodás, nem baj. Támad tovább a Vasas, de megszerezzük a labdát. Kerkez, Varela, Bolyomó, gyerünk, ne rúgjuk föl, hanem adjuk ki a szélre, de szerencsére Biuk megszerezte Pastrana fejel fölé. Miért nem lehet szép lassú passzokkal felmenni? Mindjárt mondunk majd nekik valamit, bár nagyjából úgy van amúgy beállítva. Úgyhogy a fél időben még vezetünk. De nem nagyon tetszik az a játék, amit így mutattunk. A második gólunk óta nincsen helyzetünk, lehet, hogy visszaállok pozitívra. Ez az attack king, ez nem a legjobb. Pastrana adja be, Biuk fejel. Hát ott a harmadik. Végül. Így. Biuk másodikja. Nem rossz, de nem mondom, hogy ugye megvünk. Ezen mit néznek? Ha fogadjunk a miénket, elveszik. Hát nyilván, hagyjuk is, tehát ez a VAR ebbe a játékba. És akkor fogadjunk, hogy mindjárt kiegyenlít a Vasas ebből a támadásból. Nem, Oscar megszerzi a labdát. Hátraadja. Vitao pedig felrúgja, ahol nem szoktuk megszerezni, de Oscar így mellé lövi. 52. perc. Hidi. Sly. Lakvekheliáni. Biuk szerzi meg Oscarnak, de nincs elől Thiago, úgyhogy Oscar most passzolta ki a szélre, Thiago hátra Vitaónak, Kerkez, Biuk, bent vannak középen, be tudja adni itt az esőbe, hát sajnos nem, Pastránának magas lett, de megszerzi a labdát, visszaadja, Thiago elől elfejelik, Saibi, Varela, vissza Pastránának be, Oscar, les is, kapufa is, nincs szerencsénk. Tehát a Biuk elvett gólja. Na, Pastrana szabadrúgás, ugye az esőben nem szerencsés, Vitao meg fölé lő, nem tudom miért nem próbált rátekerni. Jókat szokott lőni. Biuk viszont fárad, úgyhogy cseréljünk. Biuk helyett bejön ugye Allende. És Vitao is fárad, úgyhogy jó, álljon be Ceccaroni. Bízzunk benne. Hát majd kiderül. Saibi is egyre fáradtabb. Ő helyette is be tud állni Etyeki. Egyelőre tartjuk az egy gólos előnyünket. De még mindig azt látom, hogy a Vasas, mint hogyha jobban támadna. Hát Saibi helyett beáll Etyeki, az biztos. És Thiago is elfáradt. Úgyhogy beáll Iliev. Megnézzük, hogy ő tud-e valamit, azért itt még egy Pastrana beívelés, az fölé ment, nem is láttam, hogy kifejelt, de a lényeg, hogy meg kéne tartani, de ott van Sly, Alvarez felszedi a labdát, közben elállt az eső, ott a nedves, sáros pályám, nézzük, hogy sikerül-e valamit, Allende kapott egy sárgát, és nyilván kiegyenlít a Vasas, tehát, hogy én ezt nem akarom elhinni. Ott volt a lehetőségünk, nem adták meg a szabályos gólunkat, és egyenlít a Vasas.
Úgyhogy megint egy elvett gólunk után, a csapat nem tudom mit akart csinálni, de megint csak egy 2-2 idegenben. Kettő gólt is kaptunk ismételten. Az Újpestnek megint megvan a lehetősége, hogy visszajöjjön ránk. Nem hiszem el, hogy ez a csapat nem tud dominálni a magyar bajnokságban sem. Ezeket a meccseket gólokkal kéne nyerni, de nem. Mindig valamit elbénáz a hátvédsor, legszívesebben, hogyha sok pénzünk lenne, kirúgnám az egész csapatot és újakat vásárolnék. Az a szerencsénk, hogy az Újpest is kikapott, így még növelni is tudtuk az előnyünket, de ugye nyert a Debrecen, nyert a Diósgyőr és nyert a Puskás, úgyhogy ott megint változás, mert most a Kisvárda éppen a kieső, de a Diósgyőr sorozatban 3 meccset nyert, és így feljött 18 pontra, úgyhogy most már nincs leszakadva, és ott van újra a többi kiesőjelölt nyakán, és időközben ugye a Paks és a Honvéd is egyre jobban leszakad, úgyhogy lesz még itt csata a kiesés ellen. Szerdai forduló, a Debrecen megveri a Diósgyőrt, a Diósgyőrnek megszakad a győzelmi szériája, a Győr megveri a Honvédot, a Puskás X-el a Fehérvárral, a Vasas pedig megveri a Paksot. Egy pontra feljön az Újpestre, és nem is tudom, hogy mi kivel játszunk. Vagy a Zalaegerszeggel. Ja nem, Pécs kupa van. És akkor itt van a kupának a negyed döntője. Idegenbe látogatunk az NB2-es Pécshez, ahol Müldür újra pályára tud lépni. Igaz, még nem 100%-os, úgyhogy nagyjából egy ilyen félidőnyit szeretném játszatni, de majd kiderül, hogy mennyire bírja. Arda fog játszani a jobb szélen, Oszkár a középpálya közepén, Etyekivel, Allende a bal szélen, és Iliev mellett Németh Andris a kezdőnk elől, úgyhogy tőlük, vagyis tőle várjuk majd leginkább a gólokat. Azt láttuk, hogy a Pécs 5 meccs óta veretlen, sőt nem veretlen, hanem egy 5-ös győzelmi szériába vannak, úgyhogy ezt kéne megtörnünk. Egyelőre nem történik semmi, most egy Csekkaróni szabadrúgás, Lara, meg tudunk indulni, Arda Iljevet ugratja, és Iljev belelövi Kovács kezébe a labdát. Semmi baj, meg volt az első helyzetünk, és hogy látom, egy újabb Lara bedobás, Arda középre, Iljev fejel fölé. Svegyuk, Lisztes, vajon ez a kis Lisztes Krisztián, aki ugye nagy sztár mostanában, és a Frankfurthoz igazol? Megnézzük, hogy mire értékelik, hogyha ő az. Arda, hát ott nem volt senki, nem mert kiugrani szerintem. Ott Iljev, nehogy lesen legyen, és így senkinek nem volt jó. Itt pedig ezt Csekkaróni könnyedén le tudja venni. Vuskovics, Müldür. Müldür azért ne menjen be annyira középre, nehogy megrúgják és újra fájjon, de Arda Iljevnek, és Iljev megint fölé lövi. Egyelőre nem megy Iljevnek ez a kapura lövés, inkább a fölé lövés. Müldür még elég jó bírja, hát biztos, hogy jobban, mint Zeke Mário, aki 100%-os állapotban már a 7. percben elfáradt. Arda szabadrúgás, Németh Andris, hát ez egy gól! Németh Andris fejelt Batizi Pócsi mellett, nézzük meg! Arda beadása, és így van. Szerintem ott le volt nyomva, most ugye itt nem látszik, hogy nyomta a hátvédet, hogy támaszkodott rá, de az a lényeg, hogy megadták a gólt. Vezetünk. Ismét Arda szabadrúgás, Csekkaróni felé ment, Allende fejjel kapufáról kijön Farkas, Oszkár Csekkaróni, Oszkárnak vissza, Csekkaróni, hát ő ugye nem a nagy beadásairól híres, mégiscsak egy középhátvéd. De már is Müldür bedobás, Etyeki, elviszi, onnan be lehet adni, begurítja középre, Iljev talán ott kézhez is ért a labda, de a bíró nem fújt. Müldür viszont fárad, úgyhogy a félidőbe csere lesz, Lara, Csekkaróni, aki időközben besárgult, Iljevnek ez a labda nem volt jó, de szerencsére Arda szerzi meg, beadja Németh Andris, 2-0, két fejes gól Andristól.
Így van, fejlődnie kell, pontosan ezt várjuk tőle. Hozza a gólokat legalább akkor, amikor kezdőként számítunk rá, és ilyenkor tud bizonyítani azon a kevés meccsen. Nézzük meg, szépen fejel, gyönyörű bólintás, hogy nincs még veszve nála semmi a karrierjét tekintve. Müldür le is jön, Kerkez egy fél időt kap. Jól játszott Müldür, hogy büszke vagyok rá. Egy másfél hónap kihagyás után azért újra labdába rúgni nem 100%-os állapotban, ez mindig veszélyes, de odafigyeltek rá a pécsi játékosok is. Közben Adamcsek szabad rúgása, teker, bead, kifejeljük, Allende elől, és csak tudott fejelni egy pécsi, de fölé ment a labda. Közben cserélget a Pécs is, hát nálunk is lassan majd jöhetnek, de 80. percben lehet, hogy cserélünk, ezt még megvárjuk. Lara bedobása után Arda elveszíti a labdát, Deutsch, Adamcsek, Nikicser Oszkár ér vissza, de nem bírta megszerezni, Mayer, Terbe, Kerkezé a labda, Allendének, Allende, ott német Andris nem elég gyors ahhoz, hogy kiugorjon, viszont Lara fejeli előre, Egyekinél már a labda, Terbe, Mayer, ismét építkezhet a Pécs, vissza Lisztesnek, Adamcsek, Batizi Pócsi. Na, csak jön azért egy pécsi támadás, és nincs pécsi gól, de csak sikerült az a teljes. És akkor itt a 80. percben cseréljünk. Hát, Egyeki elfáradt, úgyhogy helyette beállhat Omar Rekik. Németh Andris még marad, hagy játsza végig, hagy bizonyítsam, viszont Iliev helyett beállhat Brkijaca, és ki van még itt? Szántó Regő is bejött Allende helyett, ő is hagy pihenjem. És akkor ez a hármas csere itt elég is. Pécs szöglet, nem történt semmi. Nézzük, hogy van-e még bármi. Hát közben ott már Csekkaróni meg Vuskovics elfárad. Középhátvédet nem cserélünk már ilyenkor. Lejár az idő. 2-0-ra nyerünk idegenben, megverjük a Pécset. Németh Andris duplájával. Nem volt ez egy rossz meccs, lehetett volna nagyobb is, és Újpest és a Zete mind a kettő tovább jut, a Zete azonban csak a hosszabbításban, és a Moson Magyaróvár kerül az elődöntőbe még. És megnézzük itt a Pécsnek a keretét. És ott van Lisztes Krisztián. Ő a fiatal Lisztes, úgyhogy kérünk róla egy scouting reportot. És akkor jöhet az elődöntőnek a sorsolása. Na, egyből az Újpestet húzzák ki. És az Újpest ellenfele. A Budapest FC tehát a döntő, az elődöntőben már lejátszódik. Ugye megyünk Újpestre. És akkor itt pedig ugye Moson Magyaróvár Zalaegerszeg lesz a másik ágom. Úgyhogy valószínűleg Zalaegerszeg döntő. Azt, hogy az Újpest vagy mi, az majd kiderül, de hát nyilván azt mondom, hogy inkább mi legyen. Inkább mi legyünk, és sajnos az Antalyaspor elleni meccsünket így el kellett halasztani. Közben a bajnokság azért nem állt meg. A Fehérvár 3-0-ra megverte a Debrecent, a Puskás pedig 2-0-ra a Kisvárdát. És akkor itt vagyunk az Újpest elleni kupa elődöntőben. A legerősebb csapat, amivel ki tudunk állni. Thiago és Oszkár fogja rohamozni a kaput. Pastrana a jobb szélen, Müldür a jobb hátvédként,
Ugye Lara ott ül a kispadon, megnézzük, hogy Müldür mennyit bír. Úgyhogy hajrá, hajrá Budapest FC! Döntőbe kell jutni, nincs mese. És egyelőre csendesen kezdődik a mérkőzés. Nagyjából itt a 15. perc, picit visszavesszük, hogy ne legyünk azért most annyira támadók, inkább csak pozitív felfogásban, ne teljesen támadóba játszunk. Hát, ha a helyzeteket nézzük, akkor már 5 lövésünk volt, abból 3 eltalálta a kaput, az Újpestnek most lett meg csak a második lövése. Viszont nem történt semmi. Nem nálunk van a labda, hanem az Újpest birtokolja többet. És ennek tudatában ugye egy Damman bedobás, Matija, amit Biuk megszerez, Kerkez, Thiago, Varela, indítani tudja Pastránát, viszont nem nagyon érkezett meg a segítség időbe, de megjöttek aztán, Oscar pöccintését azonban Nikolic fogta. Fél idő. Hát nem szedünk le senkit, nem vagyok mérges csapatra, de jó lenne gólokat szerezni. Müldür fejeli ki, Pastrana. Egyelőre Müldür is úgy tűnik, hogy bírja. Oscar kapja a labdát. Oscar. Vissza Thiago. Pastrana ugrik ki, és ott a vezetés. Vezetünk a Szusza Ferenc stadionban. Egy lépéssel közelebb a döntő, de még csak a 49. perc van, úgyhogy azért annyira ne örüljünk majd a legvégén. Oscar ugye visszaadott, itt Thiago nagyon hátul, tehát ugye ő a középcsatárunk elvileg, tehát neki ott elő kéne lenni, de nem. Hátul volt, és így Pastrana volt a befejező. Eltelt újabb 10 perc, és nem történt semmi. Volt egy lövése az Újpestnek. Egyelőre tényleg nem nagyon történik semmi. Most egy Onovo, amit ellövünk, de Dammamba megakad. Katona, Vitao fejeli ki, Oscar, és ott végre Pastrana. Így van, de nem megy ki a labda, úgyhogy visszafordulhat vele az Újpest. Csongvai, hátra Diabinak teljesen. Onovo, Diaby, és teljesen hátra kapushoz, Csongvai újra, Antonovnak, kicsit megpróbáltak széthúzni, és Katona sikeresen ki tud ugrani, beadja középre, Pavlov mellé fejel, vagy rúg, nem láttam, olyan gyorsan történtek az események, viszont jöhetnek a cserék. A 76. percben, de azon múljon. Pastrana helyett bejön Allende. Oscar helyett bejön Güler, Müldür helyett beáll Lara. Egyelőre ennyi. Hármas csere, és akkor a végére még próbálunk frissíteni. Ráadásul hát, ha lesz valami jó szabadrúgás, ami Ardának tökéletes hely lehet. Így van, beállhat még Etyeki, és Biuk helyett Iliev. Jó, legyen ez a az utolsó két cserénk. Újpesti bedobás, Kastráti, Matija. Kastráti beadja, Junior Talló érkezik és mellé fejel. Már a hosszabbításban vagyunk. Ugye 5 perces hosszabbítást írt elő a bíró, és megint egy újpesti bedobás. Kastráti, Borello, Junior Talló, kapufa. Lara szabadít fel. Nagyon nyom így a végére az Újpest. És még jöhetnek egy dobással. Maradt még szűk 30 másodpercük. Ebből itt a bedobással el is ment jó pár. Kastráti adja még be. Ez Alvarezé, és innen már vége van a meccsnek. Úgyhogy 1-0-ra az át 49. percben lőtt Pastrata góllal. Megszereztük a győzelmet. Bent vagyunk a Magyar Kupa döntőben. Legalábbis úgy emlékszem, hogy ez nem kettes, és igen, a Zete is 1-0-ra nyer, úgyhogy ezzel bejuthatunk. Közben a Honvédot megverte a Paks, a Vasas pedig verte a Diósgyőrt, úgyhogy jelenleg ők a másodikok, de 2 meccs hátrányban vannak az Újpest és
velünk szemben is, valamint ugye a Zetének is így két meccses hátránya van, és nagy valószínűséggel a Zete ellen van egy elmaradt meccsünk, mert ugye ott 24-24, és bent vagyunk a döntőbe. És akkor itt vannak a visszavágók, a Juventus 11-esekkel kiütötte a Leipziget, a City pedig otthon 2-1-re megverte a Paris Saint-Germaint, így ők jutottak tovább. Hát sajnos megérkezett Lisztes Krisztiánról a scouting reportunk, úgyhogy a játékos megfigyelők hát nem sok jót mondanak, azt mondják, hogy csak akkor igazoljuk le, hogyha nincs más lehetőség. A 16. jelenleg a rangsorban, úgyhogy nem lesz Lisztes Krisztián a játékosunk. És akkor itt is vagyunk a Győr elleni mérkőzésnél, ahol hát kicsit megkavartam a kezdő 11-et, ugye Thiagónak játszania kell, hogy minél több gólt szerezzen, szeretnénk ugye versenybe lenni azért a gólkirály címért, bár nem néztem, hogy a Paksnál most hogy álltak a góllövők. Ami biztos, hogy játszanak azért a kezdőcsapatból, például ott van Bojomu is, és Kerkez is a kezdőben, de azért megpróbáltam a lehető legfrissebb játékosokat beállítani, úgyhogy mehet is a meccs, azért mégiscsak egy kieső jelölt ellen küzdünk, hazai pályán ráadásul, tehát nem kéne nagy gondot okozni, de azért látjuk így is, hogy Kerkez például nem 100%-os, mint ahogyan azért Bajomónak sem annyira sötét zöld az a szívecske, mint másoknak. Hát viszont győri helyzettel indul a meccs, amit Alvarez húz le, úgyhogy Tuboy előre ívelése nem volt valami jó. Aztán Alvarez kirúgja, és Thiago sajnos nem jut el Allendéig, viszont Kerkez megszerzi a labdát, visszaszerzik tőle, egyeki, rekik, előre, hát az mindenkinek hosszú, úgyhogy azért Thiago se indult, Olmedo rúghatja föl, az rekiké, Nakai viszi el, és be tudja adni középre, varjú fejjel, Olmedo azonban elveszíti, hát, ezt megint megvárom, lehet, hogy les. És nem. Megadják. Úgyhogy nézzük. Nakai rúgja középre. Varjú kifejeli, és Olmedo elveszíti a labdát. Allende pedig lecsap rá. Iliev meg pazar mozdulattal bepöccinti a kapus elől a labdát. Úgyhogy vezetünk hazai pályán a 15. percben. Ugye olyan eredmény kell, hogy Kerkez akár le tudjon jönni már a félidőbe pihenni, Tuboy beadását Alvarez, vagyis szögletét Alvarez szedte le. Alvarez lövi előre, ott nincsen senki, úgyhogy Olmedo. Előre, Redzic, Kerkez, és el is lövi, Arda. Nem nagyon történik semmi, egy Arda szabadrúgás, előre, azt Olmedo fejeli ki, de Nakai szerzi meg a labdát, Nakai azonban elveszíti, a Habar, Szatmári indul a bal szélem, és visszafordul kicsit hátra Tuboynak, Tuboy Redzicnek, Redzic indítja Szatmárit, Bojomó fejeli, és Thiago szerzi meg a labdát, nem is veszíti el, Nakainál, Nakai, ő viszont sajnos eladta, Kovács elé ment a labda. Rekik, Kerkez, elveszíti, Redzic indíthatja a támadást, szerencsére több a védő, úgyhogy nem tudom, mit akart ebből kihozni Redzic. Megvannak a helyzetei a Győrnek is, meg nekünk is, Olmedo bedobás, Redzic, az a baj, hogy mostanában több a Győr helyzet, most Szatmári fejelt mellé például. Kerkezre már azt írja, hogy Eminek be kéne jönnie, de igen, itt a fél időbe a hőtérkép már előbb megjelent, mint ahogy kellett volna. Kerkez le is jön, viszont nem Emi, hanem Müldür fog
bejönni helyette. Ő is hagyáljon vissza, hagy szokjon vissza a terhelésbe. És jó lenne ugye őt is leigazolni, meg Vitaót is. Tiágón még gondolkozok. Vitaóért sokat kér. Az a baj, hogy nagyon-nagyon sokat kér a Shakhtar Donetsk. 4 millió körül. Nem biztos, hogy annyit meg akarok adni, de majd kiderül, főleg úgy, hogyha tudok olcsóbban mást is szerezni. Közben itt történnek események. A Győrnél a labda, aztán Bajomó szabadít föl, és azt Arda fogja megszerezni, és 3-3-ban mehetünk. Arda, Iliev, és fölé megy. De meg volt a lehetőségünk, volt egy szép támadás. De Tiágónak nem megy annyira, tehát nem azt mondom, hogy ő feltétlenül az, akit le akarok igazolni. És itt Bajomó, igen, tényleg elfáradt, úgyhogy bejöhet helyette Vitaó. Meg is történt ez a csere. Ugye Vitaó és Müldür nem rossz, de mondom tényleg, tehát hogyha drága, akkor inkább nem. Szatmári a labdával. Figyeljünk oda, nem kéne otthon pontokat veszíteni, főleg nem a kieső jelölt ellen. Szerencsére Álvarez ezt megfogja. Na nézzünk egy kis cserét. Ugye eddig kettőt cseréltünk. Hát Tiago elfáradt, úgyhogy bejön helyette Németh Andris. Az sokat elárul, hogy Szaidu Dumbia a kispadon ül. És Iliev helyett pedig beáll Brkijaca. Valamint Etyeki helyett beáll Saibi. Meg is vagyunk a cseréinkkel. Így az utolsó, hát 5-6 percre megpróbáljuk megrohamozni a győri kaput. De nem nagyon történik semmi, úgyhogy 1-0-es győzelem a vége, és ez is a mai résznek a vége, úgyhogy itt hagyjuk abba. Lepörgetjük még a következő, ha jól láttam, Zalaegerszeg elleni meccsig, és a Zalaegerszeg megverte az Újpestet, úgyhogy a Vasas tartja a második helyet, 7-es pont az előnyünk, ez már így kezd tetszeni. Úgyhogy lepörgetjük a Zalaegerszeg ellen, és akkor ott elköszönés. De nyilván szerdán volt egy kis bajnokok ligája is, ahol az Atletico Madrid tovább jut a Salzburggal szembe, 2-1-re vezetett a Salzburg a rendes játékidőben, de a hosszabbításban tudott egyenlíteni a Madrid, a Milan pedig 1-0-ra megverte a Mönchengladbachot. Itt is vagyunk a Zalaegerszeg elleni meccsen, 7 pontos előnybe fogadjuk a zalai megyeszékhely csapatát, de ez már csak a következő részben, újra beindulnak a hétközi barátságos meccsek is, reméljük a Vasas pedig bukik majd a Puskással szembe, és esetleg a Honvéd meg tudja szorongatni az Újpestet, úgyhogy növelni is kéne az előny. Köszönöm, hogy itt voltatok, ha tetszett, tudjátok, ne felejtsétek a lájkot és a hozzászólást, ha nem szeretnétek lemaradni a Budapest FC történetéről, akkor pedig iratkozzatok fel a csatornára, és tudjátok, van ott egy csengő, ami figyelmeztet is titeket, ha megjelenik az új rész. Köszönjük, hogy itt voltatok! Hajrá, hajrá, Budapest FC! Sziasztok!